A Kecskeméti TA Dunajváros vendége volt a hetedik fordulóban, ahol egy dobogós ellenfél vált ránk az MB3-ban. A találkozót jól kezdtük, 6. percben könnyen vezetést is szerezhettünk volna, de Sejem Zicserben a kapusba lőtte a labdát. A Dunajváros mezőnyben kultúráltan adogatott, de nem nagyon alakítottak ki helyzetet, így is vezetést szereztek azonban. Mundi Roland talán élet egyik legnagyobb gólját lőtte 30-ról a bal felsőbe egy bátor vállalkozás végén. Szinte azonnal egyenlíthettünk volna, egy baloldali akció végén Nemesvári feje előtt ment még el a labda, de a kipattanót balog lőhette kapura, Pokorni azonban a helyén volt. A folytatásban inkább a hazaiak percei jöttek, előbb Szepesi előtt adódott szansz, de nem tudta jól beletenni a fejét a beadásba, majd ismét Mundi próbálkozhatott távolról, de nem talált ekkor kaput. Válaszként Nádudvari lehetősége következett, aki egy beadás után került lövőhelyzetbe, és nem is tévedett sokat kapás lövésével. A szünet előtt Szepesi volt még aktív, akinek szabadrúgását maga biztosan védte Mészáros, majd nem sokkal a lefújás előtt a kapufa segített ki minket. A második félidőben egyértelműen beszorítottuk a Dunajvárost, akik alig-alig tudtak kijönni a szorításból, játékban abszolút domináltunk. Sajnos Markó és Balog átlövései nem sikerültek igazán veszélyesre, majd az 57. percben ígéretes helyzetben rosszul fejel csapatkapitányunk kapuval szemben. A kezdeti visszaesés után azért hazai lehetőségek is adottak, a 66. percben Mundi például sokkal könnyebb helyzetből találtott volna be, mint gólja előtt, de elvétette a bal alsót. A kecskeméti nyomás azért így is megvolt, de Rozsi beadása után sem tudott kaput találni Balog fejesével. A másik oldalon Tóth pontosabb volt, de Mészáros a helyén állt. Az egész szezonban eddig kitűnően védő, 19 esztendős kapusunk ezt követően hibázott, egy szabadrúgás után kapkodva hozta játékba a labdát, amit Szepesi fületle és emelt a kapuba a 79. percben. A gól után sem adtuk fel, ennek meg is lett az eredménye, a 85. percben Balog balos lökete már utat talált Pokorni kapujába. A 90. percben csapatkapitányunk lábában még ott volt a meccslabda, ám Farkas legurított szabadrúgása után a kapu fölé vágta azt, így a hazaiak otthon tartották a pontokat. A KTM Magyar Kupában folytatja a szezont, szombaton 15 órakor a megy 1-es Lipót vendégeként lépünk pályára.